Köszöntöm a kedves nézőket! A böjti időszaknak az utolsó szakaszában járunk, és nagyon nagyszerű, hogy lehetőségünk van a tévé segítségével sok mindenre, például arra, hogy különféle távoli helyekről képet kapjunk, vagy olyan eseményekről hírt, amelyekben nem vehettünk részt. Lehetőségünk van arra, hogy meghallgassunk olyan gondolatokat, amelyeket megosztanak velünk emberek, akikkel mi személyesen nem találkozunk. De nyilvánvaló, hogy a tévé vagy a virtuális világ nem alkalmas arra, hogy személyes élményt adjon a történésekről és valódi találkozást. Közeleg az ünnep, és az ünnep is valami olyasmi, ami arról szól, hogy mindaz, ami történt egykor régen, az ne csak egy történelmi esemény legyen, ne csak egy szokás, hanem személyes élmény, valódi találkozás. Az egyházi ünnepek a keresztény közösségnek, vagy mondjam így, az Isten népének az ünnepei, azok éppen arra valók, hogy az Istennel való találkozás és kapcsolat az személyes legyen. Ne legyen elég, hogy hallunk híreket róla, ne legyen elég a külsőség, a külső keret, a hagyományok megtartása, hanem találkozzunk személyesen Jézussal. Van ennek egy szép példája Jézussal való találkozásnak a Bibliában, Lukács evangéliumában olvassuk Zákeus történetét, így szól. Ezután Jerikóba ért Jézus és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt, szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfüggefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá, Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve leszállt és örömmel befogadta. Akik ezt látták, azok mind zúgolódtak, és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és így szólt az Úrnak, Uram, ime, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Jézus így felelt neki, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Tehát nem elég az, hogy látta Jézust elmenni arra, főleg nem elég az, hogy hallotta a hírt, vagy mondjuk a tévében bemutatták, hogy mit tudom én, hivatalos látogatásra, hazánkra érkezett a názáreti Jézus, ez így nem nagyon elegendő, hanem szükség volt arra, hogy az ő házában vendégül lássa. Szerette volna látni, vette a fáradtságot és fölmászott a fára, de ez nem elég, hogy arra ment Jézus és láttam, nem elég, ha mondjuk az utcámban van egy templom, vagy a tévében láttam, hallottam a lelkészt beszélni. Az egyházunknak a média központja Zákeus nevét viseli, mert az alapító azt mondta, hogy az első kameraállvány az a vadfüggefa volt, amelyre Zákeus fölmászott, hogy onnan láthassa Jézus. De ez csak egy eszköz arra, hogy átadja a meghívást, hogy találkozz Jézussal személyesen. Engedd be a házadba, az életed legbelsejébe. Ez több, mint egy vallásos szokás vagy külső hagyomány. Gondoljunk csak arra, hogy családi életünket, ha úgy élnénk, hogy folyton csak posztolgatunk fényképeket egymásnak, és az interneten megnézik a többiek, hogy merre jártunk, mit csináltunk. Hogyha férjünkkel, feleségünkkel, gyermekeinkkel ilyen módon lenne kapcsolatunk, időnként egy-egy üzenetet posztolnak a hűtőajtóra, vagy a tévében látunk róluk híreket. Hát elég szomorú lenne, de biztos, hogy hát ezt érezzük, hogy ez nem személyes kapcsolat. Jézus azonban arra hív meg bennünket, hogy a vele való kapcsolatunk az személyes legyen. Találkozzunk vele, időt töltsünk vele, és hatással legyen az életünkre. Úgy, mint ahogy Zákeussal is ez történt. Az ünnep erre való. Engedjük be az életünkbe, engedjük be az otthonunkba, és ennek az egyik módja az éppen az, hogy részt veszünk az ünnepen, nem csak hallunk róla, hanem benne vagyunk ott a hívő közösségben, valamelyik gyülekezetben. Hál' Istennek a városunkban sok ilyen közösség van, bárhol, ha körülnézünk alaposabban, akkor találhatunk ilyet, és mindegyik közösség nevében mondom, nagy szeretettel adom át a meghívást, találkozzunk az ünnepen. Viszontlátásra!